Kedves nézőink, hallgatóink, Jós Ferenc vagyok, és önök az Eventus Podcast stúdió műsorát nézik és hallgatják. Kedves nézőink, hallgatóink, tiszteletel köszöntöm önöket a mai műsorunkban. Tiszteletel köszöntöm Molnál Raurát, a Dunaszerdei Egészségügyi Középiskola végzős diákát Isten a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Amikor beszélgettünk, hogy készítünk egy beszélgetést, riportot veled, engem megfogott az, hogy már énekez, részt vettél több versenyen, és falunapokon is jártál, és szeretnél tovább énekelni. De még mielőtt rátérnénk az éneklésre kicsit gyermekkorról, alapiskoláról, ö, középiskoláról, és tudom, hogy szülésznél szeretnél lenni. Tehát vegyük át először ezeket a dolgokat, és aztán átlépjünk az éneklésre, és szeretném, hogyha majd valamit kitalálunk egy éneket is. Mit szólsz hozzá? Én benne vagyok. Így? Jó. Hát akkor nagy nagymagyarról származó. Igen. Milyen volt az alapiskola, óvoda? Már ott is énekelgettél? Hát, óvodában is énekelgettem, viszont akkor még nagyfődémesen laktunk. A szüleim még akkor ott laktak, és oda jártam egy szlovák oviba, ahol szintén mindig voltak programok, ahol lehetett énekelni, és mindig valahogy kitűntem ebben az énekléssel. Aztán, ahogy jött az alapiskola, mi elköltöztünk anyukámmal nagymagyarra, és ott kezdtem el az alapiskolát eh, magyar tannyelvűn, és hát mondhatni, nagyon sok programban tudtam részt venni, ami azt illeti, sok programon énekelhettem, ilyen március 15 i megemlékezések, karácsonyi műsor, anyák napja, bármi, tehát amilyen program adódott, ott énekeltem. Hívni kellett, vagy magattól is mentél? Magamtól is mentem, de örültem, hogyha e, volt igény rá, hogy énekeljek. Tehát valahogy úgy vagy, nem kell engem hívni, magamtól is megyek? Igen. <laughs> e, milyen tanuló voltál az a Hát megmondom őszintén, hogy... Csak is őszintén. Egyes-kettes tanuló voltam, mindig igyekeztem a maximumot kihozni magamból, és mindig érdekelt a biológia és ezek a természettudományi dolgok, és ezáltal kerültem aztán végül az egészségügyi középiskolára, de igyekeztem minden tantárgyból bizonyos jó jegyeket szerezni. És az alapiskolában a tanítónénik Tanító bácsik, megszerettek azért, hogy énekez, vagy azért, hogy a biológiát szereted? Mondhatni azért, mert énekeltem sokat, és már ahogy beléptem az alapiskolába, vagy az első osztályba, már akkor kezdődött ez az egész, viszont örültek annak is, hogy jó tanuló vagyok. Hét éves korodban már kezdtél egy zeneművészeti iskolára járni, zongorázni, énektanárhoz járni. Azt a szülők akarták, vagy te magad is? Őszintén én elkezdtem otthon játszani zongorán, azon a kis szintetizátoron, és nem tudtam a kottát, semmit, de valahogy a hallás szerint mindig megment ez az egész, és aztán az anyukám úgy döntött, hogy jó volna egy, egy művészeti alapiskolát kezdeni, és hál' Isten elég jó, elég jó tapasztalatom lett vele, és több mindent megtanultam. Azt mondod, hogy nem volt kotta. Mi volt az az első ének, amit eljátszotta az zongorán. Fú, a anyukám, amikor még járt zeneiskolában, mivel ő is ö, ugye járt, akkor a, neki a negyedik évvégi végi vizsgájáról volt az a dal, Igen? és azt, én, azt játszottam már zongorán, de úgy, ö, hogy nem tudtam a címét, hogy mi az, Há. de, de eljátszottam. Anyuka is énekelt? Nem. Nem? <laughs> nem énekelt. Hat évig jártál zongora tanároz? Mi maradt meg benned? Ez úgy van, mint a biciklizés, a kétszer megtanul, azt nem el? Hát szerintem annyira nem, nem. mivel hogy, hogyha az ember nincs utána gyakorlatban, azért azok a, a, a mozdulatok már nem éppen úgy mennek az ongorára, de szeretek gyakorolni otthon, meg beéneklési taktikát is használnak az ongorát az énekléshez valójában. Akkor vissza az iskolába, elkerültél a Dunaszerdehelyi egészségügyi középiskolába. Mennyire tetszik ott lenni, ahol azért nem annyit lehet énekelni, inkább az emberekkel, vagy inkább a betegekkel? Hát én, nekem nagyon tetszik ez a suli. Én nagyon örültem, hogy felvettek engem erre az iskolára, mert mindig az volt az álmom, hogy valahol az egészségügybe tudjak elhelyezkedni. Az első két évben még nagyon nem, nem fedezték föl az ének tudásomat, de aztán már nem is hangoztattam, hogy tudok énekelni. Tehát nem is akartad? Nem is akartam, mert, mert nem volt rá úgy lehetőség, mind alapiskolán, hogy ilyen programoknál énekelni, mivel akkor még nem tudták. És aztán szépen ez kitudódott, és a tanárok segítségével sok programra eljut, el tudtam jutni énekelni. Egy ilyen kérdés, amikor gyakorlaton vagytok, kint a beteg árdnál. szoksz énekelni? Az idősek otthonában, amikor voltunk, akkor néha megkönnyítette a fürdetés folyamatát, hogy énekelgettünk közben, de egyébként a kórházban nem. Nem szabad, vagy nem énekez? Nem éneklek. <laughs> nem is dúdolgatsz? Néha, de úgy rendesen, hogy énekelni, azt nem. Érettségi előtt álltok. Hogyan készültük az érettségire? Nagyon keményen, azt meg tudom mondani. Én, ahogy hazaérek az iskolából, azon nyomba elkezdem a tételeket sorba venni. Sokszor már az energia nem adja ki azt, hogy mindet átnézem, de igyekszek minden nap becsületesen készülni. Mikor lesznek az érettségig? Május végén. Tehát jó, egy hónap múlva Igen. végzős diák leszel. És azt mondtad, hogy szülésznő szeretné lenni. Igen. Miért pont szülésznő? Hát én tavaly nyáron abszolváltam egy, hát gyakorlatnak mondott brigádot a Dunaszerde helyi kórházban, a ginekológiai osztályon, és nekem ott annyira megtetszett, hogy mégis az, hogy az állapotos hölgyekkel való foglalkozás, illetve a kisbabák, a szülészet, én nekem ez annyira megtetszett, hogy én innentől már nem tudok tágítani, annyira szeretem ezt a szakmát. Mi ez nem szakma, ez inkább hivatás. hivatás. Mi tetszett meg ebben? Szerintem ez a egyik legszebb része a kórháznak, hogy tényleg az a öröm, amikor a anyuka, apuka meglássa a kisbabát, hogy mekkora örömmel vannak, valahogy a örömkönnyek is előjönnek, és ez mindig az egészségügyi dolgozóknak is kicsalja a könnyeket a szeméből. Akkor előbb az élet őszi oldalára beszéltünk, hogy amikor a nyugdíjas otthonba is elmész, dúdolgatsz, Miért nem az idősek? Hát nem tudom, velük is szeretek foglalkozni, de jobban hajlok a állapotos hölgyek és a kisbabák felé. De egyébként így a gyakorlat alatt szoktunk menni programokat csinálni az idősek otthonába, és szoktam nekik járni énekelni. Mindig nagy szeretettel várnak, és mindig olyan őszinte mosolyjal várnak minket, tehát hogy látszik, hogy élvezik azt a kis programot. Én azt gondolom, hogy az az őszinte mosoly a te részedről is megvan az idősek felé, sőt, a nézőközönség felé is, hogy föllépsz. Ahogy most hát. én elnézek téged? Hát igen, én egy ilyen mosolygós személyiség vagyok, és szeretem is ezt, ezt mutatni, mivel az embereknek is jobb kedvet tudok ezáltal csinálni. És most, hogy már tudják az iskolában, a középiskolában a tanárok is, hogy énekelsz, mennyire vonnak be a műsorokban? Általában bevonnak a műsorokba, tehát amikor van lehetőség énekelni, akkor mindig van lehetőségem. Mondják, hogy Laura, gyere! Nem, megkérdik, hogy esetleg lenne rá időm, esetleg érdeklődésem, és így közös megbeszélés alapján mindig megoldjuk a dolgokat. Az életben mindig kell lenni egy B-tervnek is. Van egy B-terv, ha nem sikerül a szülészet? A B-terv, hát én beadtam a főiskolás jelentkezésemet sima nővérszakra is, ha nem sikerülne a szülésznői, mivel oda több, több diákot vesznek föl, de én nagyon remélem, hogy sikerül bekerülnem a szülésznőire. Én oda kívánom tiszta neked, hogy sikerüljön, és ottan dúdolásszál majd a kicsik között, hogy már eleve beszívódjon belőjük az az értékes Nagyon szépen hang. köszönöm. Na de, menjünk is az éneklésre, te azt mondtad, hogy sok mindent megtanultam a zenéről, a hangomról, és lassacskán sikerül megtalálnom magam a zene világában. Váltsuk ezt apró pénzre, hogy tudják a nézők, hallgatók, hogy mit is gondolsz ez alatt. Hát, mivel nekem nagyon fiatalon kezdődött a zenével való kapcsolatom, ezáltal, hogy a zeneiskolába jártam, nagyon sok mindent megtanultam, és azok alatt, az évek alatt, én nekem a látásköröm így a zene által is egy picit így kitágult. kitágult, igen, és tudtam, hogy merre szeretnék menni, ugyanis lett egy olyan énektanárom, aki hagyta, hogy kibontakozzak. Mondja Hagy... maga nevét! Hát nem mondanám meg a nevét, ugyanis nem igen szeret szerepelni, hogy nem, nahúgy, de nagyon szerettem hozzájárni. Igaz, hogy nem voltam nála sokat, mivel az ének tanáraim cserélődtek, de ő azt tudta nekem tanácsolni, hogy mindig olyan dalt énekeljek, amit szeretek, amiben szívvel, lélekkel bele tudom adni azt, ami én vagyok. És olyanokat énekelsz? Igen. Volt 2019-ben Somorján egy zenében, a Lélekben Lélekben a Zene című verseny, hol te szerepeltél. Hogy volt ez ott, amikor odamentél a színpadra, a zsűri elé, volt-e lámpalázat, vagy nem, vagy csak kinyitottad a száskád, a hang, és jött minden? Hát ez úgy történt, hogy amikor a castingra mentünk, akkor nagyon-nagyon izgultam előtte, még úgy nem énekeltem nagy közönség előtt addig, és nem volt ekkora, úgymond, Teher rajtam, hogy valaki meg fogja mondani, hogy milyen az éneklésem, és hogy, hogy mi a véleménye róla. De amint felálltam a színpadra, ahogy elkezdtem, még lámpalázos voltam, és picit hallatszódott a hangomon is, de utána, hogy elkezdtem, akkor végül is visszatudtam hozni önmagam abba a dalba, amit épp előadtam, és utána végül jól sikerült, hál' Istennek. Be is jutottál a döntőbe? Bebizony. És ott? Ott pedig lehetőségünk volt zenei kísérettel, élő zenekarral, illetve zongora kísérettel énekelni. Én vittem két dalt, egy lassabbat és egy gyorsabbat, amivel meg tudtam mutatni az énekhangom. És Hát akkor még nem volt annyira kifejlődve a hangom, ezáltal lehet, hogy egy picit még ott kellett volna fejleszteni rajta. De e, igaz, hogy nem, nem, e, nem lettem első a versenyen, de nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam, és ezt a versenyt e, rá egy évire is megpróbáltam. És? És szintén a castingon pedig ak akkor már e, úgymond sokkal magabiztosabban léptem színpadra. És erősebb dalokat is vittem. Ott énekeltem Kriszina Gilérától, aki számomra egy nagyon nagy példakép, és brutális hanggal rendelkezik a hölgy, így megpróbáltam megadni azt a szintet, hogy már pedig megpróbálom is remélhetőleg jó el. Tehát valahogy úgy vagy, hogy egy szint felett már nem mértünk egy szint alá? Igen. Hol a, és hol az a szint? Hát ezt idővel mindenki megtalálja. És előbb a hangról beszéltünk. Hogy lehet piramítani a hangot, én ehhez végképp nem értek, a zenéhez meg abszolút nem értek, de ahogy beszélgetünk, egyre jobban érdekel, hogy hogy lehet piramítani, mondjam azt, élesíteni a hangot, mondjuk egy előadásra. Egy előadásra mindig uh, fontos a felkészülés, ami azt illeti, hogy otthon én általában leülök a elé, és elkezdek akkordokat játszani, ahol szépen kéneklem a hangomat, és utána kezdem énekelni azokat a dalokat, amiket szeretnék énekelni. Finomítok rajta úgy, hogy uh, leültetem anyukámat a, az ebédlőbe, és akkor meghallgatja, megmondja, hogy igen, itt esetleg még próbáld egy picit javítani rajta, vagy húzd el egy picit azt a hangnemet. Úgyhogy uh, így a anyukám segítségével szoktam, és az zongora a életével. Tehát az anyukát akkor érte zenéjét? Hallani hallja, ahol nem pontos a hang, de... Hát hamis a hang? Van mikor, de akkor mindig van rajta javítva. Mi az a pontos és a hamis között a különbség? Az, hogyha például megvan adva egy adott hang, amin például a G-durba kell énekelni, és akkor most a G-hangot nekem ki kell énekelnem, és mondjuk pici elcsúszás van ott a hangban, akkor az, az már érezhető. Mondjuk azt én észrevenném? Igen. Szerint, vagy lehet, hogy nem. Ha valaki nem ismeri annyira a dalt, akkor nem biztos. Aha. De aki pontosan tudja, hogy ez a dal hogy áll föl, és, és hogy van a dallam, az hamarabb észreveszi. És mennyi ez a gyakorlás otthon? Hát attól függ, mikor van időm rá, de hogyha készülök mondjuk egy föllépésre, akár falunapra, vagy bármilyenre, azért az a készülődés már azért egy három héttel előtte el van kezdve, ugyanis folyamatosan kell rászoktatni a hangot arra, hogy a végén jól sikerüljön. És ez a szomszédokat nem idegesít is itt ez a zongora valami? Én megkérdeztem tőlük, és az volt a válasz, hogy ők örömmel hallgassák, ha én éneklek, mivel nem este 9-10 között éneklek, hát. hanem így általában délután. Tehát nem altatót. Nem. nem altatót. Hallottam, hogy kezdtél járni falunapokra is. Milyen érzés elmenni egy falunapra, és ott egy hát komoly közönség lehet Számomra egyébként nagyon jó érzés, hogy részt vehetek ilyen rendezvényeken, és uh, mindig örömmel tölt el, ha valaki visszamosolyog rá, miközben éneklek, vagy elkezdi dúdolni a dalszöveget, vagy látom rajta, hogy élvezi, esetleg egy picit itt táncikál, és én, engem ez nagyon jó érzésekkel tölt el. Van már saját zenei fölszerelésed, vagy igen. Az a eh, vagy? Az Hát, hogyha a falonapon nincs az ottani felszerelés, Igen. akkor általában viszem a sajátam. Ezt mondjuk inkább itt vagy ilyen kisebb rendezvényekre szoktam elvinni, de ahol rendelkeznek saját zenei felszerelése, oda nem szokom vinni. Ami azt illeti, eh, nagyon sokat dolgoztam azért, hogy meg tudjam menni magamnak ezt a zenei felszerelést, és igyekszem nagyon vigyázni rá, mivel én ezzel, úgymond, keresem a kenyerem, hogyha például ö, megyek falunapokra énekelni, akkor akkor az, ő van a segítségemre. A falunapokon, amikor föllépsz, nem egyedül föllépél vagy. Mit jelent számodra a közönség tapsa? Nagyon sokat. Ha azt látom a, a résztvevőkön, akik ott vannak és figyelnek rám, hogy mosolyognak, tapsolnak, örülnek annak, hogy ott vagyok, én is felszabadultabban éneklek, és próbálok mindent beletenni, hogy hogy tényleg jó előadást kapjanak tőlem. Volt úgy már, hogy vissza, vissza, vissza? Volt bizony. És ez milyen érzés? Hihetetlenül jó. Ezt, ezt nem lehet leírni <laughs> szavakkal. Aha. És melyik az a dal, amikor azt mondják, hogy vissza, vissza? Ez attól függ, hogyha mondjuk magyar közönség előtt vagyok, akkor általában valami retro dal, viszont ha a szlovák közönség előtt, akkor valami szlovák mulatos dal, vagy valami ilyesmi. Inkább a mulatózalokat vagy a tálalokat szereted? Szintén a retró dalokat szeretem. A, hozzám nagyon közel állnak a retró előadók, mivel ahogy nőttem fel, ezeket hallottam a legtöbbet, és most a párom is nagyon ezt a retro zenét preferálja, és mi nagyon sok. Retro koncertre is járunk, úgyhogy ezáltal van közel, van közel hozzám ez a Akkor fajta zenekar. A retro közül melyik azok, akik közel állnak a szívethez? Hát, a retro előadók közül nekem a Neoton Familia nagyon közel áll hozzám, a Republik, a Konzuza, és még úgy többen, esetleg így a Hungáriát mondhatnám, az inkább Se az a Kendrom, Pontosan. Hát. Volt szerencsém találkozni Fenyő Miklossal is koncert után, és annyira jó érzéssel töltött el, hogy a magyar zene egy ikonikus tagjával találkozhattam, hogy az hihetetlen. Jársz minden pénteken mulattak a közönséget. Hát mostanság nem igazán, mivel érettségire készülök, és nincs annyi lehetőségem föllépni, ugyanis az emberek nem igen hallanak rólam, de aki ismer, az általában így a falunapokra áll szok hívni, vagy esetleg közeli ismerősök szülinapra, vagy ö, valamilyen ünnepségre, családi ünnepségekre. Rózsa kávézó. Péntek esténként. Hát sajnos az a kávézó ma már megszűnt, de egészen három-négy évre tudok visszatekinteni, ahogy minden évben nyáron szoktam ott énekelni péntek esténként. pár órát szoktam énekelni, egy kicsit a vendégeknek földobtam a hangulatot, miközben mondjuk lejöttek egyet iszogatni, vagy kávézni, és ott is jó érzéssel tölt el, hogyha valaki rám mosolyog, vagy tapsol, vagy énekel, és akkor szintén úgy, mint a falunapon egy ilyen, egy ilyen Érzés kapál, hogy akkor igen, akkor adjunk bele mindent, és akkor legyen olyan előadás, ami ennek lennie kell. Azt mondod, hogy érzés fogál, hogy adjunk bele mindent. Mindig mindent beleadsz apait, anyait? Igyekszek. Amikor nem jó a kérdés, el kell menni, mondjuk holnapra elvállaltad, hogy néz ki az, van olyan? Hát, hogyha mondjuk nekem nem jó a kedvem, és elmegyek, hogy elhívnak falunapra, azért ott mindig megpróbálom a maximumot kihozni belőlem. Tehát az, hogy az én kedvem annyira nem jó, de akkor már a másiknak a kedve azért csak lehet jó, ha enyém nem Nem akarok elvenni másik kedvét. Nem, nem, nem Covid időszakban hogy működött a zene Hát sajnos nem jól, nem tudtam járni énekelni, mivel nem voltak úgy rendezvények sem, de a Covid pont akkor jött, amikor a második évben jelentkeztem a versenyre, úgyhogy ott a castingig eljutottunk, és az már belecsöppent a Covid időszakba, és a döntő már nem volt megszervezve sajnos, úgyhogy ott nem értünk a végére. Amikor jársz idősek otthonába, és mondhatod, hogy énekelsz, dúdolgat, melyik azok a dalok, amelyik olyankor, ezt szerintem, mert szerintem spontán dolog, az a spontán dolog, hogyha idősekről van szó, általában a nótákhoz tudok visszatérni. Még az a nóta, mi? A kácos út. Hát nagyon nehéz nóta. De bizonyám. <laughs> e, és bemered-e vállalni az a kácos útat fellépésen is? Be. Be. Bemerem vállalni. Ez nem semmi. Hát, nekem a papámnak a 80. születésnapjára akartam ezt a dalt elénekelni, és azóta, hál' istennek, úgy többször is van lehetőségem énekelni ezt a dalt. Akár hogyha a Sodiból az idősekhez mentünk énekelni, vagy valami, akkor általában ott is előszoktam szoktam adni, mivel akkor énekelnek velem Aha. az idősek is. Be tudnak kapcsolódni? Bebizony. És a papa mit szólt ehhez a nótához? Küzdött a könnyeivel, ugyanis ez volt az ő fiatalkori nótája. Tehát pont ezért, vagy csak ezért énekled. Vagy ezért is. Ezért is. És a többi olyan nót, ami könnyebb, azok melyikek? Hát úgy nagyon nótákat nem szoktam, de amik vannak ilyen csárdást is néha, ha úgy adja a dolog, de inkább, hogyha a nótákról van szó, akkor ilyen komolyabbakat. Ugye a kácos az a egyik, ami, amit tényleg, hogy szeretek énekelni. Egy alkalommal azt mondod, hogy Melegségi járja át a szívedet akkor, amikor látod az ő mosolyukat. Igen. Hogy van ez? Ez úgy van, hogy amikor elkezdek énekelni, én ugye bár nézem a közönséget, a szemükben nézek, aki látom, hogy mosolyog, elkezd énekelni, akkor éneklek vele, és hogy olyan jó érzés, mikor látom, hogy ők is bekapcsolódnak, és hallom, ahogy elkezdik énekelni, az az valami hihetetlen érzés. Le lehet azt írni? Nem. Nem. Nem, mert az, ez egy olyan szép dolog, hogy tudom, hogy az időseknek már, ugye, hogyha az idős otthonban vannak, általában nincs ilyen sok program, de ha jövünk így mi, az egészségügyi sudiból, akkor mindig annyira örülnek, hogyha valami énekes program van, vagy valamit készítünk a számukra, hogy tényleg őszintén látszik rajtuk az a boldogság. Most érédséggel előtt nincs annyi időd a zenében foglalkozni, nincs. és utána, hogy tervezed? Hát az a probléma, hogy én a, az internetről szedett zenéi alapokból úgymond táplálkozom, ugyanis nincs lehetőségem élő zenével énekelni, nincsen se szintetizátorosom, se zenekarom. De lesz. És hát remélem, hogy lesz, hogy találok valakit, aki szívesen játszana velem és hát nagyon remélem, hogy ez egyszer bekövetkezik. Ez egy vágy? Igen. Apara? Egy álom. Álom? Egy álom. Szerintem merjünk, hogy álmodni. Legyen így. Legyen így. <laughs> A dalok közül, amiket most úgy felsoroltunk, az akácos út, kondzsuzsa, melyik azok, amiket mindig magaddal viszel, amit mindig magammal viszek, az a Neoton familiától, az a holnap hajnalig, és általában még a, a többi számiá hogy 220 felett, meg hasonlók, tehát egy, ez a része. Ha a holnap hajnaligról beszélünk, ha minden igaz, ma este mész valahova, és holnap hajnalig ott leszel, hát úgy néz ki? És ennek a refrénjét be tudna énekelni oh, nekünk? Bebizony. Nélkülem én ebben nem segítek. Holnap hajnalig ébren őrizzük álmunk. Holnap hajnalig minden rendben találunk. Érintsd meg a lelkem még egyszer, érintsd meg, és aztán engedd el. Holnap hajnalig őszintén ölej még, ölej még ölej még. Ha itt lenne Csepregi Éva, szerintem meg is irigyelné <laughs> ezt a reprényt. No de, ha Csepregi Évától a holnap hajnalikot most éneke, hajnalikot énekelti, Azt mondtad, hogy nagypapád az a gázos útat nagyon szereti. Hát egy-két sorát próbálják a nagypapának is elénekelni. Legyen! <laughs> A kácos út, ha végig megyek rajta din, eszembe jut egy régi szép regény. Nyár este volt, pacsírta szólt a fán, ott kóborolt, csavargott egy cigány. Szerintem, ha ezt a papa meghallgatja, vagy az édesanyja, Szerintem könyvszék a szemébe. <laughs> Az lehetséges. Az lehetséges, és remélem, hogy meg fogjuk hallgatni ezt a műsort. Biztos vagyok benne. <laughs> Amióta a zenével foglalkoz, vagy a zenével is foglalkozol, hogy érzed, hogy ével a pályád? Hát őszintén igyekszek azért, hogy ez a zenei pályafutásom ez minél jobban ki tudjon terjedni de sajnos most ugye nincs igen lehetőségem rendezvényekre menni. Egy falunapra vagyok hivatalos a nyáron, mivel az emberek annyira nem ismernek engem, pedig nagyon szívesen vállalnák falunapokat és bármit, mivel nagyon szeretek föllépni és örömet szerezni az embereknek. Így szeretnék a jövőben többet foglalkozni a zenével és magában a föllépésekkel is minden embernek általában vannak példaképei. Neked is vannak példaképeid? Vannak. A zeneterén mondanám Csepregi Évát, nagyon-nagyon szeretem őt, és a, hogyha meghallom a dalaikat a, a Neoton én ha például takarítás közben is végig éneklek bármi, tehát ha otthon vagyok, ez, ez non-stop. Akár vezetés közben is szoktam énekelni, mindig földobottan megyek úgy haza, hogyha az ő dalaival érek haza. Aha. És a többi dalok, a dalok azok azért... Azokat is, meg jobban a Republikot is például. Még a Republikból? A 67-es út. Miskolc felé? <laughs> hát, inkább Nagy Magyar felé. Magyar <laughs> <-Ber> felé. <laughs> Vagy volt a Erdei Zsoltnak a Szájál kismadár. Az Igen, is? az az anyun párjának a kedvenc dalom. Úgyhogy amikor volt a születésnapja neki, és elénekeltem, ő könnyek közt hallgatta meg, mivel sajnos sok ideig nem találtunk rá kellő alapot, Aha. ami, ami passzolna a hangszínemhez. Így amikor megtaláltam, akkor inkább nem szóltam neki semmit, hogy inkább legyen meglepetés. Na de most, mi ez a kellő alap? Hát mindig igyekszek egy olyan alapot találni az interneten, sajnos nincs, nincs lehetőségem másra, úgyhogy ezekből próbálom összeállítani a zenei összeállításomat, de mindig olyan alapot keresek, ami az én hangszínemhez passzol, szóval ne legyen igen alacsony, ne legyen igen magas a hangon, hogy tudjam kiénekelni, mivel nem rendelkezek olyan szétterjedt hangnemmel, hogy én a nagyon mély és nagyon magas hangokat ki tudjam hát. énekelni, de a magas hangokkal jobban meg vagyok barátkozva, mint a mélyekkel. Amikor ezzel foglalkozol, hogy hogyan tovább, minden ember összeadja magával, mi az erősségei, illetve mi a gyöngéi, és mi viszi előre a mindennapokba. Téged mi visz előre, mik az erősséged, és mi a gyöngéid? Még. Szerintem, hogyha a zeneterén mondhatom, akkor a, ami a előnyöm az, hogy van kitartásom a, zenéhez, és mindig próbálok jobban teljesíteni, hogyha például tudom, hogy igen, ezen még kell finomítani, akkor oda teszem magam, és mindent megteszek azért, hogy kénekelt legyek, ne legyenek hamisak a hangok, és úgy tudjam elénekelni, hogy annak lennie kell. Viszont ami a hátrány, az pedig az, hogy nincs nagyon sok időm gyakorolni, most így az iskola által, hogy ugye érettségire készülök, de Próbálok amennyit lehet. Mennyit gyakorolsz, mondjuk egy polonapi fellépés előtt, mert a focisták egy focimeccs előtt állandóan tréningeznek, és nem mindig jól játszanak? Hát én, hogyha van időm, akkor minden héten éneklek egy kicsit, de ha tudom, hogy fölépésem lesz, akkor a három héttel előtte azért, azért összeállítom magamnak a programot, hogy pontosan hogy is menjenek a körök, például magyar kör, szlovák, angol, így ahogy kombinálom őket, és aztán végig megyek a dalokon, kétszer, háromszor, négyszer, ahányszor sikerül, és az utolsó nap a föllépés előtt pedig pihentetem a hangomat, hogy ki tudjam énekelni majd az összes dalt, mivel van, hogy több órát is szokok énekelni, így arra is meg kell hagyni egy picit azt a hangot, és általában ilyenkor szoktam inni egy kis kalciumot, hogy azért a hangom is regenerálódjon előtte. És ez a tojássárgás, ügy ez nem jön be? Nem? nem. <laughs> nem. Mert mondjuk a régi azt mondták, hogy hát tojás sárgáját kell inni, és akkor jó lesz a hangom. Hát én a, vagy tejet szoktam inni, vagy pedig ezt a kalcium, ez ilyen sumis tabletta, ami, amit így meg is Igen, aztán. segít? Igen, meglepően segít. Vagy van egy ilyen injekciós formába is, amit szintén meg lehet inni, de azt ilyen kisebb adagba persze. Az, az erősebb hatással bír. Minden embernek van egy adott hangja. Hogy lehet ezt a hangot tovább képezni? Sok-sok gyakorlással, és hogyha van lehetőség, akkor ének vagy zenetanári, illetve ha van lehetősége az illetőnek, és szeret zongorázni, akkor ajánlott hozzá járni egy hangszerre, hogy tudja a hangját a hangokhoz igazítani. Tehát, hogy a pontos hangokra. Úgy értem, hogyha például én c C billentyűt nyomok meg a zongorán, akkor az én hangom is igazodjon hozzá, hogy tudjam megtalálni, hogy mondjuk melyik hangtól kezdődik a dal. És fordítva nem lehet, hogy a zongorát igazítani te hangodhoz? Azt nem. nem? Azt nem lehet. A, az úgy nem működik? Nem. Nem? Mert tényleg én, én annyira nem érdek a zeneihez, kérdem, hogy hol lehet képezni valakinek a hangját, és hogy veszed észre az, hogy a te hangod már jobb akkor veszem észre, hogy jobb a hangom, mikor tudom, hogy többet gyakorlok, és van, hogy fölveszem magam telefonra, hogy hogyan is éneklem el a dalt mondjuk rá két nappal ezelőtt, ahogy többet gyakorlok, és aztán amikor már lenne a föllépés még az előtt. És akkor megtudom azt, hogy igen, finomítottam rajta, meg hogyha úgy meghallgatom az eredeti dalokat is, amik hát, hogy a, a, az adott előadó énekli, és meghallgatom, hogy igen, akkor ezt jól énekeltem, vagy nem. És van olyan is, hogy felbezed a hangodat, mit tudom én, két éve, és most visszajátszod, hogy mennyit fejlődtél? Igen, van ilyen, ugyanis uh, uh, ugye volt lehetősége a sodiból menni hmm. rendezvényekre, és azok általában föl is vannak uh, játszó időfölvételre, úgyhogy azokat is visszaszoktam hallgatni, és van, amikor újra áténeklem, és, és figyelek a hangomra, hogy pontosan mennyit is fejlődtem azóta. És mennyit fejlődte azóta? Úgy érzem, hogy sokat. Ennek örülök. És valami hangszer is játszol? Zongorán játszom. Nem professzionális módon, de úgyhogy kísérem magamat a zongorával. És most is érvényes az, hogy hallásból is játszom. Tehát, hogy én meghallok egy dalt, és, és benne marad a fülembe, hogy igen, ez, ez, ez tetszik, ez passzol, akkor áldódolgatom magamnak, és akkor már játszom zongorán. Megkeresem a hangokat, igen, ebben megy, és játszom. <laughs> tehát az annyi jelent, hogy játszol? Van, mikor igen, de csak ilyen nagyon egyszerű módban, tehát, hogy ahogy tudjam magam, kísérdi a zenével. Hogyha van egy ének, ami mondjuk új, és áténeklem mondjuk, akkor sokszor eljátszom zongorán a hangokkal is, hogy igen, ezt most pontosan énekeltem, vagy elcsúsztam egy picit, és avval regulálom. Jövő. Mit szeretnél elérni jövőben, Merre akkor, hogyha ez a pálya ével um, Azt szeretném, hogyha sikerülne a főiskolát elvégeznem szülésznőként. Biztos sikerül? Nagyon remélem. <laughs> és uh, hát hasonlóan, mint Ruzsa Magdi, hogy a szülésznő pálya mellett is lett énekes karriere, méghozzá elég erős, és szeretnék hasonló pályán futni, mint ő de már mind nem mondom azt, hogy biztos, hogy lesz saját zeném, írok otthon verseket, illetve dalszövegeket, ami azt illeti, de az még nem, nem a zene. De most rosszul fogalmazta szerintem, azt mondta, hogy biztos, hogy nem lesz saját zeném, meg mit tudom én, de lesz saját zeném, kész. <laughs> már álmodni. Hát igen, csak alap is kéne hozzá, tehát hogy meg, megcsinálni rá alapot, és nekem még így nincsenek ugye a terveim ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogyan indítsam el, a szövegek meg vannak, mert vannak, Igen. de nincs tovább fejlesztve. Hát kell gondolni, szerintem meg lesz hozzá az alap is, és, és lehet álmodni. Mi az az álom, ami azért benned már megfogalmazódott, hogy no, Laura, tíz év múlva hol leszek? Hát nagyon-nagyon remélem, hogy fogok tudni dolgozni a szakmámba, tehát hogyha sikerülne a szülésznő, akkor szeretnék egy Előre haladottabb kórházban dolgozni, és szeretnék, ha sikerül. Előre haladottabb kórház, mit jelent ez? Modern nap. Modern Tehát így, így jobban a pozsonyi Aha. kórházak felé húzódom, és uh, szeretnék egy olyan szülőszobán dolgozni, ahol tényleg mindenem meg lesz ahhoz, hogy az a állapotos hölgynek megkönnyítse a szülését és magát a folyamatot. Sőt, lesz ott egy mikrofon is. Hát lehet. Miközben egy mikrofont reproduktál, és akkor beleének jönni anyukának, hogy mit tudom én. Lehet, hogy könnyebb lesz úgy. Lehet, mert, mert vannak olyan szép dalok, a Annak. születés, hogy nem is igaz, és akkor beleének, mert szerintem egész szó egész kórház és egész távot mosolyogni fog rád. Lehetséges. Hol találkozhatunk veled majd legközelebb? Legközelebb nyáron, augusztus. 19-én lesz föllépésem a Csenkei falunapon. A Csenke az mellettünk levő falu nagy magyartól, Igen. és egy félórás műsorban fogok föllépni. A műsor egy óra, fél óra, vagy hogy van a köszánítva? Hát uh, itt most per pill uh, félórás műsor lesz, tehát egy ilyen 15 szám, és megpróbálom úgy alakítani a sorrendet, hogy tényleg ne, ne hogy, a, hogy legyen kedvük az embereknek is táncolni rá. Ha vannak lassabb számok is, amiket éneklek, de azt jobban ilyen bárba, vagy olyan helyen, ahol így, így a lassabb zenét érvényesíteni tudom, de egy a falunapokon általában a gyorsabb zenészoknak menni, az pörgeti, az pörgeti fel az embereket. Melyik azok a gyorsabb zenék? Gyorsabb zenék? Hát, hamkohamtól éneklem, az ellopták a, ellopták a biciklit. Hát ellopták, sok helyen ellopták. Um, aztán például uh, szoktam mulatosakat énekelni, uh, hát jolly is, vannak ezek a lassabb uh, roma zenék is, például a uh, sírjon a hegedű, azt is szoktam énekelni. Azt is, az se könnyű. De nagyon hát az, szép. Az nagyon szép, de nem könnyű, olyan, mint az akáltos út szerintem. Hát igen. Nem? Hasonló. Hogy van az? Sírjon. Húzza cigán, sírjon fel a hegedűn a húr, szombat este úgy érezzem, én vagyok az úr. Igen, lépjünk akkor tovább, amikor összeállítod a repertoárt egy falunapra. Összeállítod egy mondjuk egy, ami volt a rózsakávézóban is, egy repertoár. Mire figyelsz oda, amikor ezeket összeállítod? arra figyelek oda, hogyha én mondjuk korábban kezdek mondjuk egy este hat körül vagy hét körül, én egészen a, ameddig be nem zár a kávézó, addig szoktam énekelni, vagy ameddig vannak ott az emberek, és általában úgy szokom felállítani, hogy az első két kör ilyen lassabb, ilyen bemelegítés Tehát az első kör általában magyar szok lenni, mivel nálunk azért kevertebb a, a az emberek, hogy vannak, vannak magyarok, szlovákok, stb. stb és mindig úgy állítom föl, hogy először magyar kör, egy ilyen lassabb, Igen. mondjuk egy most múlik pontosan, vagy ilyesmik. És az is nagyon szép. Igen. Az egy andalgós. Nem? Hát olyan kis, olyan kis lassú, de mégis szép, és, és úgy ellazítja az embert. Aha. És a másik kör? A másik kör az általában a szlovák. Ott ö, már kezdek ilyen Krisztinától énekelni ez a... Ez, hát, Horehronyi, meg ilyesmit, ami, ami Igen. tőle van valamilyen lassabbakat, azt is így bemelegítésnek, utána általában angol körrel szokom folytatni, ott már azért egy picit gyorsabb számok is előjönnek, vagy inkább ilyen koket számok, úgyhogy ott próbálok egy picit keverni, mert angol számból nekem annyira sok nincs, ezért indítok mondjuk egy jazzes alappal, aztán kezdek egy picit felé a latinó felé, esetleg gyorsabb felé. És a harmadik kör? Harmad, az már a harmadik, és a negyedik kör, meg már újra magyar is, és megint cserélődnek így a Aha, körök. Csak amikor már a hangulat nagyon jó, akkor milyen? Akkor jönnek a zenék, a mulató Na, zenék. Az? Hát, ugye amit mondtuk a holnap hajnalig be szoktam tenni, akkor a 220 felett, akkor mondjuk a Hungáriától, csavart fel a szőnyeget, Hint. vagy csók király. Szóval így, így összeszedve több félről ilyen gyorsabb dalok. És a melyik nemrég ő jutott a székben, ahol te Hát ez így változó, most így per pill nem tudok mondani konkrét számot, de szoktam tőle is énekelni, de most eszembe nem jut, hogy Aha, melyik számot. Még. De ő tőle van. Igen. Laura, mit üzensz a nézőknek, hallgatóknak? Hát én azt szeretném üzenni, hogyha vannak az embernek céljai, akkor mindig menni kell előre, és tenni azért, hogy azok megvalósuljanak. Bizonyára még sokszor fogunk bele találkozni, remélem itt a stúdióban is, falunapon, egyéb fellépéseken, és én azt kívánom neked, hogy a pályád magasra éveljen, sokszor ha legyen hallható az akácsi legyen hallható a többi óta, is, ami a szívedhez. Legközelebb van, és én köszönöm, hogy a stúdióban látogattál. De egy kérésem, mielőtt a nézőktől elbúcsúzunk, olyan ö, dal, nóta, ami téged legjobban megérintett. Érintse meg bennünket is. Fúha, hát, ez most nem is inkább nóta, hanem inkább egy, egy ilyen retro dal. Hmm, gondolkozzak, mi legyen. Hmm, hmm, hmm. Hát, most jelen pillanatban nekem a neoton Family jut eszembe, szóval amit már elénekeltem, igen. úgyhogy azt nem szeretném még egyszer azért elénekelni, igen. de de az az a dal, amit, amit a, ami a legjobban a szívemhez szól. És a amit említettél. Ég és föld között, igen. És hogy van az? Hát az úgy van a refrént akkor elénekelni. Persze, a, az ember állandóan égés föld között van. Így van. Hogyha szülésznőnek készülsz, akkor valahol a földön kezdjük, és amikor elmegyünk az idősek otthoná vagy oda, közelebb vagyunk az éghez. Hát igen. Ég és föld között repülj velem, bezen sát az életen, napot fess a szürke holdra. Ég és föld között repülj velem, bezen sát az életen, vigyél át a túlsó partra. Igen. Köszönöm szépen, kedves nézőink, hallgatóink, ezzel a szép refrénnel búcsúzunk önöktől. Köszönöm Molnár Laurának, hogy itt járt, további sok erőt, egészséget, sikert, és jó érettségit felvételt a szülésznői pályára, és mindig legyünk égés föl között. Köszönöm, hogy itt jártál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és remélem, hogy így fog alakulni a jövőm. Köszönjük szépen. Köszönöm.